tart a lejtmenet, gyengült a forint a hét elején a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben. Erasmus Plus program a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumba 4 országból érkeztek diákok. Bekerült az értéktárba, Közép-Európa legnagyobb szekér, kocsi és hintó gyűjteménye látható a Szatmári Múzeumban Máté Szalkán. Újra gyengült a forint a hét elején a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket. Az eurót a péntek esti 405 forint után hétfő napközben közel 408 forinton jegyezték, kedd délelőtt pedig átlépte a 412 forintot. Ez a költségvetésnek, az országnak és a lakosságnak is rossz hír, van azonban kiút a forint gyengüléséből. A nemzetközi pénzpiac nehezen ismeri el a forintot, még akkor is, amikor jelentős kamatemelések voltak hazánkban. Ez általában egyet kellene jelentsen azzal, hogy erősödik a forint, nálunk azonban éppen ellentétes folyamatok zajlottak. Az általunk megkérdezett közgazdás szerint a forint hetek óta tartó gyengülésén elsősorban az segítene, ha a befektetők ismét megbízható országnak tekintenék Magyarországot, ehhez azonban az kell, hogy a kormány minél hamarabb lezárja a már megkezdett tárgyalásokat az Európai Bizottsággal. Próbáljuk növelni az ország devizabevételét, meg kell egyezni sürgősen Brüsszellel, mert akkor a magyar gazdaság egy hatalmas tőke injekciót kap. Őrült mennyiségű pénzek jönnek, amik tulajdonképpen az ölünkbe húlnak. Plusz emellett még jóval alacsonyabb kamattal lehet az Európai Uniótól felvenni hiteleket, hogy tőkeinjekciókat tegyenek és nyomjanak a gazdaságba. Én azt hiszem, ezek a legfontosabb lépések, amelyekkel lehet fékezni az inflációt, lehet erősíteni a forintot, és ez mind-mind-mind szorosan összefügg. Tehát én azt mondom, hogy a kulcskérdés az Európai Unióval, Brüsszellel, akikkel vagy akivel annyi időn keresztül harcot vívtunk, meg kell kötni a békét, meg kell állapodni. Ebben a kérdésben jó úton halad a kormány, hiszen az ország érdeke az, hogy minél hamarabb megállapodás születhessen az Európai Unióval, ez azonban nem jelent azonnali változást. Amikor a megállapodás megszületett az Európai Unióval, tehát a bent lévő pénzek átutalásával kapcsolatos megegyezésről van itt szó, akkor az Európai Unió még várni fog, hogy a megállapodásnak eleget tesz-e a magyar kormány. És utána kezdi el majd utalni azokat a pénzeket, amelyek bent ragadtak. Ez így volt Lengyelország esetében, velük már megvan a megállapodás, viszont a pénzt még nem utalják, hanem azt akarják látni, hogy tényleg a megállapodásnak megfelelően viselkedik a kormány. Ha pedig ezek a pénzek átjönnek, akkor pedig megint egyértelmű, hogy erősödni fog a forint. A hétköznapokban a lakosság a gyenge forint hatásaként a jelentős áremelkedéseket tapasztalja a legközvetlenebbül. Az infláció mértékének ilyen emelkedése azonban nem csak a forint gyengülésével van kapcsolatban, jelentős áruimportból érkezik, ami szintén áremelkedést okoz. Emellett az orosz-ukrán háború és a bevezetett szankciók új helyzeteket teremtettek, komoly logisztikai problémákat okoztak, és az általunk megkérdezett közgazdás szerint nem tesznek jót az országok gazdaságának. Hogy más nem mondjak, meg kell nézni a fuvarozási költségeket. Az egekben vannak. Mondhatom azt, hogy vannak olyan területek, például a tengeri szállítás, a tengeren történő szállítás, de a kamionfuvarozásban is duplájára vagy háromszorosára emelkedtek az árak. Ez mind-mind szerepet játszik ezekben az áremelkedésekben. Áruhiányok lépnek fel nagyon sok helyen, és az áruhiányoknak általában az a következménye, hogy emelkednek az árak. Én ezt már több riportban elmondtam, lehet, hogy unalmasan hangzik, de amikor még nem volt Covid, nem volt háború, a világkereskedelem, a világgazdaság elindult egy mély recesszió irányába, egy nagyon komoly válság irányába. Az, hogy jött a Covid, meg jött a háború, ez csak tetézte a bajokat. Úgyhogy a világgazdaságnak helyre kell rázódni, Amerikának, Kínának, Németországnak, mert ezeknek a stabilitása egyik nagyon fontos pontja annak, hogy
javuljon a helyzet a világban, a világgazdaságban. A közgazdász hozzátette, az is egyfajta megoldást jelentene a jelenlegi forint gyengülésére és az inflációra, ha jelentősen nőne az ország devizabevétele. Lengyelországból, Horvátországból, Olaszországból és Spanyolországból érkeztek diákok a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumba az Erasmus Plus program keretében. A többnapos program fő feladata a német nyelv tanulása, a vendégeknek pedig filmes feladatokon keresztül kell megismerkedniük a magyar kultúrával. A külföldi diákok a megyeszékhely nevezetességeit is megtekintik itt tartózkodásuk alatt. Also wir haben sehr viele wichtige Personen, ungarische Personen gelernt. Számos ismert személy tanult a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban. Ezt magyarázza az iskola német szakos tanára az intézmény múzeum termében a vendégdiákoknak és pedagógusoknak. A német lesz az általános nyelv a következő napokban az Erasmus Plus programban résztvevő kossuthos és vendégdiákok számára egyaránt. Az idegen nyelv gyakorlása mellett pedig filmes feladatokat kapnak az Olaszországból, Spanyolországból, Lengyelországból és Horvátországból érkező diákok. Közel 50 vendéget látunk vendégül itt Nyíregyházán, akik 3 napig tartózkodnak itt a mi iskolánkban. Ez alatt a 3 nap alatt először a Ludas Matyi filmet nézik meg, majd ezt újra gondolva kis csoportokban, 5 csoportban, ennek kapcsán kell készíteniük rövid jeleneteket, amelyeket filmben kell megörökíteniük. A hétvégén Budapestre látogatnak 2 napban, ahol megtekintik azokat a helyeket, ahol a leghíresebb filmeket, nyilvánvalóan amerikai, angol és nem tudom milyen filmeket forgattak Magyarországon, illetve ellátogatnak egyekre a Korda Film Stúdióba, mivel ezeknél a diákoknál fő feladat a filmek készítése, hogy ebbe a világba is betekinthessenek. Spanyolországból 13 diák és 5 pedagógus érkezett, akik számára a magyar kultúra jelentette az első pozitív meglepetést. Magyarországról korábban nem sok mindent tudtam, úgyhogy a mostani egy kiváló lehetőség arra, hogy megismerjük ezt a helyet. Ma reggel már láttunk magyar néptáncot, nagyon szép az a népviselet, ami a lányokon volt, és az előadás is nagyon tetszett mindannyiunknak. A Kossuth Gimnázium 2019-ben csatlakozott az Erasmus programhoz. Az iskola filmes projekt mellett részt vesz a béke, valamint a művészeti projektben is. A diákok és pedagógusok már több külföldi úton részt vettek, és idén is lesz még törökországi és spanyol útja a résztvevőknek. Az iskola igazgatója szerint nagy a fogadókészség a program iránt. Nem csak az idegen nyelvszakos kollégák érdeklődnek iránta, hanem nagyon szívesen bekapcsolódnak a más szakos kollégák. Most adott esetben, ugye mivel ez ugyan filmes projekt, de nagyon sokat segít a rajzos, történelmes, magyaros kollégák, akik itt a mai napon a gyerekekkel foglalkoznak. A 3 nap során az iskolán túl a város nevezetességeivel és a Sóstói Falu Múzeummal ismerkednek meg behatóbban a külföldi diákok és pedagógusok. Közép-Európa legnagyobb szekér, kocsi és hintó gyűjteménye látható a Szatmári Múzeumban Mátészalkán. A több mint 5000 éves kultúra eszköztára most diákok javaslata alapján bekerült a megyei értéktárba. Kocsik, hintók, szekerek sorakoznak a Szatmári Múzeum udvarán. Elképesztő sokszínűséggel mutatja be az intézmény a szekerezés kultúráját, a magyar kocsi történetét. Az emberiség 5000 éves eszközei végig kísérték mind az úri, mind a paraszti életet, a bölcsőtől a koporsóig, hiszen a mennyasszonyt szekérrel vitték a lagziba, az újszülöttet a keresztelőre, de a halottat is így szállították a temetőbe. A közlekedésen túl a mindennapok termelő munkájához és a betakarításhoz is elengedhetetlen volt ez az eszköz. Mára szinte kikopott az utakról, de a Szatmári Múzeumban megtekinthetőek. Ez a tánkos múzeumkert adta lehetőséget annak, hogy valamit kezdeni kell vele, hiszen az épületben a néprajzi tárgyakat, kisebb tárgyakat el tudták helyezni, de maga ez a múzeumkert egy olyan lehetőséget biztosított, hogy mit is lehet kezdeni ezzel a hatalmas területtel. És Juska bácsi járva a vidéket, néprajzkutatóként látva az elhagyott TS majorokat, benne ezeket a szekér temetőket, vagy a paraszportákban is ugye a szekereket, és akkor ütött fel benne, hogy ezeket meg kellene menteni. És akkor épült
meg ez a kocsi színnek egy része, amit aztán később tovább bővítettünk, és így kezdődött a szatmári szekereknek a gyűjtésével. Én 1991-ben vettem át a múzeumnak a vezetését, és akkor egészítettem ki a magyar kocsikkal, hintókkal és szánokkal, amelyekkel most egy teljesen kompletté vált maga a gyűjtemény, tehát szekerek, kocsik és hintók és szánok. Így egy nagyon-nagyon reprezentatív kiállítás mutatja be ezt a több ezer éves eszközkultúrát. A múzeum szeker, kocsi és hintó gyűjteménye most a megyei értéktár tagja lett. Három új értékkel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár. Ami érdekessége a mostani döntéseknek az az, hogy diákok készítették a javaslatokat. Volt egy vetélkedő sorozatunk, amelyre több mint 100 iskola nevezett, és itt a legrátermettebbek, a döntőbe jutottaknak az volt a feladata, hogy készítsenek egy olyan javaslatot, egy olyan értéktár javaslatot, amelyről úgy gondolják, hogy a megyei értéktárba szereplő érték kell, hogy legyen. És ennek alapján három olyan érték került be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban, amelyeket a diákok készítettek, és ebből a háromból az egyik az most adott a helyszín miatt, ugye a Szatmár Múzeumnak szekér, kocsi és hintógyűjteménye, a másik a Móricz Zsigmond megyei könyvtárnak a helyismereti gyűjteménye, a harmadik pedig az újfehértói aranylelet. Ezek mind-mind települési értéktárakban eddig szerepeltek, de most már a javaslatok alapján és a döntés alapján nagyon örülünk annak, hogy a megyei értéktár részévé is váltak. A Szatmári Múzeumban tartott sajtótájékoztatón elhangzott, a kormány számára fontos a hungarikumok tisztelete, amely helyet kap a mindennapi életben, az oktatásban, a kultúrában, a színházban vagy éppen a múzeumokban. A magyar állam, amikor az hungarikum törvény megalkotásával a magyar hungarikum történelmi eszközök, szolgáltatások, épületek megőrzéséről döntött, akkor arról döntött, hogy a múlt tiszteletét törvényileg garantálja. Létrehozta az értéktár bizottságot egészen a településtől a Nemzeti Érték Bizottságaik határon túl is. Most nagyon büszkén állunk itt Máté Szalkán, hiszen a Máté Szalkai Szekér Múzeum szekér gyűjteménye került be az értéktárba, Máté Szalkai gyerekeknek a javaslatára. Így azt gondolom, hogy az a fajta közlekedési eszköz, ahogy igazgató úr mondta, az elmúlt 5000 évnek a eszközeinek fejlett állapota, ami most már a múlt, gyakorlatilag mi büszkék vagyunk rá, hogy megőrizzük, és a fiataloknak megmutatjuk, hiszen társadalom politikailag nincs attól fontosabb, hogy a múlt tisztelete mellett dolgozzunk a jelenben a jövőért, és az a fajta konzervatív politika, amit a kormány folytat, az a múlt tiszteletére alapszik, és nem engedjük el, ha azt kell hasonlítanom, a nyugati társadalommal, ahol például egy érték nélküli, liberális, egoista világ kezd kialakulni. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok, hogy választókertem központjába is egy ilyen értéktár felkerült a megyei értéktár bizottságnak a listájára. A sajtótájékoztatón résztvevők elmondták, remélik, hogy a megyei értéktár részeként nagyobb figyelmet kap majd a különleges gyűjtemény. Fűszer és gyógynövényekből álló oktatókertet alakított ki az újfehértói nagycsaládosok egyesülete a város főterén. A kert mellett turisztikai céllal városnév feliratú táblát is elhelyezett a szervezet. Oregano, más néven szurokfű. Nem csak fűszerként kedvelt, a népi gyógyászatban is gyakran használt növény. Különleges illatú menták, kasvirág, levendula is található ezekben az ágyásokban. Újfehértó főterén olyan kertet alakítottak ki, melyet oktatási céllal is használhatnak az ide látogatók. Az Újfehértő Nagycsaládosok Egyesülete a tavalyi év folyamán az Agrárminisztérium által meghirdetett hungarikum pályázat keretében pályázott egy gyógynövénypark és oktatópark kialakítására a város főterén, és ez a pályázat sikerrel járt, amit köszönünk ezúton is, és az idén tavasszal megvalósult a beruházás, amelynek keretében három virágágyásban különböző Magyarországon őshonos és Magyarországon népszerű gyógynövényt raktak ki, ültettek el az egyesület tagjai, amelyek oktató célra tájékoztató táblák vannak, és a fiataloknak is lehet akár majd oktatási célra mutogatni, hogy milyen növényeket használtak régen eleink, akár a gyógyítás, akár a étkezés, akár bármilyen célra. Szintén a város főterén, a fűszerkert szomszédságában egy új fehértó feliratú táblát is elhelyeztek a pályázat keretében. Megérkezett a hivatalos értesítése az Európai Labdarúgó Szövetségtől, miszerint a kisvárdai Várkerti stadionba írták ki az Európa Konferencia Liga második selejtező körének visszavágóját, vagyis valóban hazai körülmények között játszhat a kisvárda a Kairat Almaty elleni második mérkőzésen július 28-án.
Előtte az első összecsapáson 21-én az Almaty központi stadionba lép pályára a Várda. Ezzel párhuzamosan kijelölték a meccset dirigáló játékvezetői négyeseket. Almatyban dán, Kisvárdán ciprusi játékvezetők működnek közre, tájékoztatott a klub honlapja. A magyar színész válogatott is pályára lépett a nagykállói labdarúgó napon. A Városi Sportegyesület idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját, és ennek apropóján egész nap rúgták a labdát szombattól a Kerezsi László nevét viselő sporttelepen. A legkisebbek léptek pályára először a nagykállói labdarúgó napon, a Bozsik programnak köszönhetően sok gyerek futballozik a városban. A Sportegyesület megalakulására egész éves programsorozattal emlékeznek a településen. Emlékülést tartottak, nyílt egy kiállítás, valamint a nagykállói VS-e mind a hét korábbi szakosztályának szerveznek egy rendezvényt. A súlyemelők, az asztali teniszezők, a röplabdázók és a sakkozók után szombaton a labdarúgók kerültek sorra. 100 évről beszélünk, ugye valamikor azt gondolom, hogy patinásom neve volt. Nyilván a szakosztályok számából adódóan is ugye 7 szakosztály volt korábban. Ugye ma a foci az egyetlen szakosztály. Én azt gondolom, hogy amikor mi ezt átvettük ugye 2020 tavaszán, akkor belemerültünk teljesen, a legfontosabb az volt, hogy anyagilag stabilizáljuk az egyesületet, és azóta pedig próbálunk építkezni, indulnak az új korosztályok, megpróbálunk minden anyagi körülményt és minden egyéb ugye a pályakörnyéki és egyéb körülményeket megteremteni ahhoz, hogy jól érezzék magukat a gyerekek, el tudjanak jutni minden mérkőzésre, és azt gondolom, hogy ez már megvan, és innentől tudunk lépkedni tovább. Ugye, mint kettős szerepben, mint polgármester és mint sportegyesület elnöke, ugye egyik szemem sírhatna, de a másik nevet, mert hál' Istennek azért ezekből a szakosztályból nagyon sok kiszerveződött, de él. A labdarúgó napon névadót is tartottak, szombattól Kerezsi László nevét viseli a nagykállói sporttelep. Kerezsi László Szabi bácsi, ő egy legendás kapus volt itt Nagykállóban. Tehát amikor befejezte a pályafutását, azután pedig a ellenőrző bizottsági tag volt az egyesületben, tehát aktív részese volt, illetve utána is minden mérkőzésünkön itt volt, tanácsokkal látta el játékosokat, és hatalmas egyéniség volt, és azért gondoltuk erre, hogy most, hogy akkor őről ne fogjuk elnevezni a sporttelepünket. Vágó Zoltán a nagykállói labdarúgás legendás alakja. A Rozoga becenévre hallgató korábbi csatár 13 éven keresztül erősítette a város csapatát. A szíve megdobban. Rengeteg szép élményünk volt itt a srácokkal a pályán, amit nem lesz soha elfelejteni, és ilyenkor, amikor látom a srácokat, és jó, hogy már kicsit meg vagyunk öregedve, de azért az emlékek visszajönnek. A nagykállói öregfiúk csapata a magyar színész válogatott ellen lépett pályára. A színészek csapatkapitánya elmondta, hogy mindig szívesen szerepelnek hasonló rendezvényeken. Örültünk a megkeresésnek, és annak külön, hogy egy ilyen neves alkalomkor léphetünk pályára. Nagyon örültünk a meghívásnak, megmondom őszintén, azért a Covid időszakában is kevésebb alkalommal léptünk pályára, bár a színész válogatott kedden is csütörtökön reggel tud focizni, vannak lehetőségek, hogy mozogjunk. Ezt edzésnek azért nem nevezném, de lehetőség arra, hogy egy kicsit lefárasszuk magunkat. Ez mindenképpen jó, de ennek külön örülök, hogy ebben az évben azért nagyon sok helyre hívtak már bennünket. A mérkőzés végül a színészek 3-0-ás győzelmével zárult. A rendezvény sorozat augusztusban a kajakkenusok találkozójával folytatódik, majd szeptemberben a kézilabdázók és a kosárlabdázók emlékeznek a nagykállói sport elmúlt 100 évére. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Újra gyengült a forint a hét elején a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót a péntek esti 405 forint után hétfő napközben közel 408 forinton jegyezték, kedd délelőtt pedig átlépte a 412 forintot. Ez a költségvetésnek, az országnak és a lakosságnak is rossz hír, van azonban kiút a forint gyengüléséből. Spanyolországból, Olaszországból, Lengyelországból és Horvátországból érkeztek diákok a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumba az Erasmus Plus program keretében. A program fő feladata a német nyelv tanulása, a vendégeknek pedig filmes feladatokon keresztül kell megismerkedniük a magyar kultúrával. A külföldi diákok a megyeszékhely nevezetességeit is megtekintik itt tartózkodásuk alatt.
Közép-Európa legnagyobb szekér, kocsi és hintó gyűjteménye látható a Szatmári Múzeumban Máté Szalkán. A több mint 5000 éves kultúra eszköztára most diákok javaslata alapján bekerült a megyei értéktárba. Július 12-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerda este ismét várjuk majd Önöket a megye legfontosabb történéseivel. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Szerdán északkeleten intenzívebb lesz gomoly felhőképződés, másút derült napos idő várható, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél nagy területen lesz élénk, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 30 fok között alakul.